Sziasztok! Spam vagyok, és üdvözöllek titeket a GTA 5-ben velem! Mivel, ugye tudjátok, bejelentettem már, hogy a szavazásnak az első helyezettje az elvileg a Minecraft mapok végjátszása lett. Elég magas, majdnem 40%-ot megközelítő eredménye, viszont a második a GTA 5 lett, úgyhogy mivel még nem kaptam mapokat, mivel még csak nemrég zárult le ugye a szavazás, ezért hát gondoltam, hogy akkor GTA 5-özzünk egy kicsit, úgyhogy nagyjából ilyen 10 perces részeket próbálok meg összerakni, lehet, hogy hosszabb is lesz. Úgyhogy a mai részre azt terveztem, hogy ugye eléggé kezd beesteledni, úgyhogy szerintem menjünk el éjszakai versenyezni, és szerintem az tök jól meg fogja adni ezt a kiindulási hangulatot az egészhez. Egy kicsi késő van már, amikor ezt felveszem, úgyhogy hogyha így akadozok sokkal jobban, mint szoktam, akkor ennek tudjátok be. Na, gondolom az első dolog, ami szembe tűnik, az az, hogy autó, igen. Szóval azt kell tudni, hogy imádok autót tuningolni GTA 5-ben, és minden autóm rommá van tuningolva, és hogy nagyon szeretek így garázsokat megtölteni autóval, igen, csak nagy értékben. Ez a garázsom, van egy pár lazább értékű autó, de arra gondoltam, hogy fogjuk magunkat és csináljunk egy olyat, hogy az első éjszakai verseny, ugye 5 darab van, az utolsó motorral van, és a legelső, az pedig, igen, lehúztam a zenét, mert gyorsan még ide beékelem ezt a gondolatot, hogy amikor Rando PS3-ban játszottam, mostanában kezdem megkapni, hogy ugye a zene, és hogy minden copyrightos, úgyhogy majd ide nektek berakok zenét, csak most nekem nincsen semmi eredeti zene, és milyen olyan csisakom. Szóval arra gondoltam, hogy megcsináljuk az első versenyt, és aztán majd a részek során szépen megcsináljuk az összes többit is. Viszont azzal a különbséggel, hogy ugye vannak ezek az autóim, amit láthattatok, és az lenne a challenge ezekben, mert ugye én az összeset már megcsináltam, hogy ilyen utcára kukázott, úgymond, autókkal próbálom meg megnyerni. Egyébként, bocsánat, ez még sokszor meg fog történni, hogy kikapcsolom a rádiót, reflex. És hogyha nem sikerül, akkor csak ezek után folyamodok majd a saját komolyabb merdáimhoz. Most van egy kisebb lag, mert be kell tölteni a mapon. Lapláz, ne létezzél már. Ej, de gyönyörű volt ez a drift, nem volt az. Na, úgyhogy szerintem az lesz majd így az első résznek a elképesztő sztikus. Ó, de gyönyörű itt a nap. És hogy leviszi az FPS-t? Az elképesztő sztikus tartalma, hogy autókázunk a városban. Úgyhogy, ja. Szerintem ez így elég király első résznek, és akkor majd utána a többi részben így tervezek sok mindent. Mint például van egy úgymond ilyen challenge-szerűség, amit Voluxa kitaláltunk, amit majd akkor fogok lelőni, úgymond, amikor... Szerintem... Na, mondjuk az nagyon kipörög, na várjatok. Nagyon sok fegyverem van, és nagyon sok maxos cuccom van, így itt kell autót szerezni. Franklin, please! Na jó, akkor szálljál be! Nem lehet ki azt a retek ablakot. Amit tudni kell még, hogy ugye elég sok tulajdonom van. Nagyrészt Franklin, amivel... már lehet is tolni, nagyrészt Franklin, amivel nagyon sokat játszottam vele, és talán mondhatjuk, hogy ő a kedvenc karakterem az egész GTA 5-ben. Michael-t is nagyon szeretem, költöm a pénzt, Trevor, hát Trevor meg konkrétan így a szarokvele pozícióba helyeztem. Ugyanis Trevor olyan szinten nem nyerte el a tetszésemet, hogy az már valami siralmas, úgyhogy bele szarrá költekeztem magam, majd miután rájöttem, hogy egy pár exotikus autó tuningolásában a vele való játékon kimerül, ennyi, ott hagytam. Tehát így elvertem vele 10 millió dollárt, és kész. És ebből kimerült a dolog.
Úgyhogy... Trevorra nem vagyunk jobban. Na, ott mi van, öcsém? Igen, ilyeneket is szeretnék majd rabolni. Nagyon sok minden van egyébként, amit akarok veletek játszani. Van ez a Challenge Volux-szal, amit kitaláltunk, ezt már elkezdtem egyszer mondani, igen, tudom, nem vagyok hülye, már mondtam, csak hogy annak annyi a lényege, hogy 5-ös szintű körözést kell szerezni, és aztán utána azt olyan módon, ahogy szerezted, elveszíteni. Ezt majd meglátjátok, ez értelmet fog nyerni, amikor eljön az a videó. Na jó, lássuk, az utcára kukázott Verdánk mennyit ér egy résznél, úgyhogy 100 dollárért be is ugrunk. Az utcsó rész az már ilyen 1500-as fizetéssel működik. Úgyhogy ez nem... Remélem, hogy nem lesz olyan komoly. Úgyhogy igyekezzünk. A csajt említettük, de ezt érdekel. Jó, igyekezzünk megnyerni a versenyt. Ej! Jó, eddig frankók vagyunk. Iiii, ezt nem britve találták ki, ecsém. Húha, igen. Nagyon nehezen tudok kommentálni, amikor izgulok, mert pedig most nagyon izgulok, mert azért ezt meg kéne nyerni. Úgyhogy, ha nem hallatok tőlem semmi értelmeset, akkor ezt tudjátok be ennek. Meg annak, hogy fáradt vagyok, meg hogy fáradt és izgatott egyszerre. Oké, egyelőre torony magasan vezetünk, mint ahogy ezt mindenki láthatja. Ám bár mégis, igen, ilyen tényezők közben jöhetnek. Azt meg tudnatok kell ezek a videók, hogy nagy valószínűséggel megpróbálom izgalmasra tenni őket. Én viszont mindenféleképpen élvezni fogom, mert single playerben szerintem eddig egy... Jó, hát ez szerintem elég jó, azért még nem visszük. Egy bő... 20-25 órát simán eltöltöttem, úgyhogy már rég kivittem a játékot, és már igazából csak vásárolgatok, meg szórakozgatok, de annyira jól tudom benne érezni magam, és belefeledkezni a játékba, hogy ez egyszerűen valami csodálatos, úgyhogy nagyon örültem nekem, amikor megláttam az eredményekben, hogy GTA 5-öt is szeretnétek, mert mondom, akkor hát ez így frankó lesz. Na viszont most jönnek föl, Ajj, de jönnek föl mögöttünk. Jó, szerintem az első rész, az így, nem akarom elkiabálni, talán meg lesz, úgyhogy nem kell autó, viszont szerintem, hogy... Apukám, az mi volt? Ha, de megjöttem. Jó, szóval, hogy a negyedik, ötödik rész, hát az ötödik, hogy az motoros, azért az nem lesz autóval, de valószínűleg a harmadik, negyedik részeket már így saját autóval kell tolnom, mert azt, hogy az utcáról beszerválunk valamit, azt így kéz alatt becsort autóval megpróbálunk valamit nyerni, az úgy nem biztos a legjobb. Azt még megcsípjük, jó van, helyes. Jó, nagyon-nagyon szar, hogy nincsen rajta semmi tuning, de nyertünk. Nagyon-nagyon helyes, hogy nyertünk. Nagyon helyes. Jó van. Ha, ez az. Na, én ilyenkor szemét módon általában leszoktam ezeket csak úgy lőni, de most nem teszek ilyet, ugyanis most felveszem. Szóval ilyenkor nem csinálunk ilyen csúnya dolgokat. Na, úgyhogy körülbelül ilyesmi típusú videókra számíthatok mostanában, meg hogy majd megyünk ejtőernyőzni. Nagyon-nagyon jó lesz. Tudjátok mit? Szerintem még egy ejtőernyőzés ebben a részben belefér. Csak tudnám, hogy hol a retvában van. Lehetne részelni, nagyon jó lenne. De, na az ott micsoda. Várjátok, mi egy kis újdonságot hiszünk itt a játékban. Mi történik? Hát, öcsém, ezt megszívtad. Ugyanis én kegyetlenül nagyon lőlek. Na. Elvesszük emberünknek a pénztárcáját is, és visszavisszük, mert jó arcok vagyunk. És ezért kapunk majd egy kis zsetont. Hopp, de jó találtam, az Isten áldjon meg engem. Jaj már. De hol vagy? Hol vagy már, te raki? Ja, ott vagy.
Messze itt a tárcán. Aha, ja. Örülök neki. Kaptam 50 dollárt azért, mert visszahoztam a tárcáját. Nem, mint hogyha nem lenne még másik 23 millió. Probléma, hogy mit tudom én. Azt sem tudom, mennyi pénzem van már. 23 millió, köszönöm szépen ennyi. Na. Ejtőernyőzési szituáció az nincsen most. Nincsen most ejtőernyőzési szituáció? Hol vannak még ilyen parasút dolgok? Itt... itt a film, na jó, az jó lesz. Akkor gyerekek, még megpróbáljuk, hogy ez ilyen parasút dolgokat is tartalmazzon. Ja, és amit még akartam mondani nektek, nem tudom, hogy ezt akarok mondani nektek, hogy ezeket a részeket viszont sokkal jobban összevágom, amit láthatjátok. Szóval nem olyan hatalmas nittek be, de azért igyekszem összevágni őket, és vannak olyan részek, amik sokkal hosszabbak, több időt vesznek igénybe, nagyobb a terep, tehát ez most csak egy ilyen kis előétel, hogy ilyen szépen és finoman fejezzem ki magam. Vigyázzál itt, én jövök, na. És jó, megmondtam. Tetszik. Úgyhogy, igen. Még ezt az ejtőernyőzést, ezt így ízire kéne fogni. Nem lankolunk. Mit csináltad, hogy így? Ajaj! Aha, értem. Na, parasútoljunk egyet. Let's go! Yippee! Na. Miért olyan érzés, hogy ez nem fog elsőre sikerülni? Jézusom! És hova a retvába kell menni? Már rég elfejtettem, hogy ugrok. Ja, csak simán kiugrok. Hopp! Oké. Na jó. Lehet, hogy túl korán nyitottam, lehet, hogy túl későn nyitottam. Mi? Tudom én. A lényeg, hogy parasútolunk. Na most azt kell tudni az én parasút tudásomról, amit láthatok. Tehát, hogy így elég rossz állapotban van, maradjunk ennyiben. És akkor megint nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát, hogy én nagyon nem tudok ilyeneket csinálni. De valamiért most úgy jobban megy. Múltkor játszottuk egyet Voluxa, és hát mit nem mondjak, az utolsó leszállás előtti nyamvat ilyen checkpointnál úgy meghaltam, mint a fos. De mint a szar, úgy lezuhantam, úgyhogy gondolhatjátok, milyen jó volt. Egyébként, hogyha már úgyis itt tartunk, akkor lehet, még nem mondom biztosra, beszélgettem már erről Voluxal, és azt mondta, hogy ő benne lenne akár egy olyanba, hogy ugye mi GTA Online is mi GTA Online is játszunk, igen. Szóval játszunk GTA Online-t is, és hogy esetleg felvenni online részeket, azt mondta, hogy neki tetszik, úgyhogy mondom, hát akkor frankó aranyapám, adhatjuk tőlem. Úgyhogy még akár olyanok is lehetnek, hogy beférkőzik pár darab online rész ide a GTA-s felvételek sorába. Úgyhogy igazából ilyeneket gondoltam, meg majd ilyen, miket? Pénzszállítókat, az nem jutott eszembe. Szóval pénzszállítókat is akarok rabolni, ugye azt alkalomattá lehet csak találni. Nincs benne sok pénz, ám bár botrányosan magas a körözés, amit kapunk érte. Ez most egyébként csak ilyen kis csilles levezetés, így ezzel a parasút dologgal a végére. Hogy igen, eléggé jóféléket lehet abból is alakítani. Főleg, hogyha ilyenekre megyünk, hogy körözést elveszteni, megszerezni, meg menekülni, meg ilyenek. Ó, basszus, hát szerintem elég szívás lesz a szalandolás, de majd meglátjuk. Ha le tudok szállni, akkor az úgy kb. A maximális. Maximális. Csodával egyelő. Leszálltam. Mi van?
Jó van, ez az nagyon helyes. Nagyon helyes, 500 dollár, kit érdekel az konkrétan? Elköltöm uzsonnára. Ha! Jó van. Úgyhogy igazából ilyen részekre számíthattok tőlem. És ennyi, úgyhogy most ennyi fért bele ebbe a részbe, úgyhogy remélem élveztétek, és mindenféleképpen jelezzétek, hogy hogy tetszett nektek, mert én nagyon szeretnék GTA-s tartalmakat csinálni, csak ugye régen nem tudtam, mert nem volt gépre, vagy nem volt elég erős gépen, most viszont szerintem úgy elég jó, elég jól elviszi. Úgyhogy igen, ennyi lenne ez a rész, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!